Mindenkit üdvözlök a konferencia kerekasztal beszélgetésén, és folytatnánk a témát azzal, hogy az itt elhangzott előadások alapján, illetve azokon túllépve próbáljuk megbeszélni azt, hogy akkor mi is a nagykép, illetve mik is azok a kis lépések, amik ebben a nagyképben közelebb vihetnek minket a fenntarthatóbb munkahelyekhez. Abban a keretben, hogy a negyedik ipari forradalom, ugye robotizáció, mesterséges intelligencia és társai nagy változásokat fognak okozni valószínűleg az egész világgazdasági rendszerben, vállalatok működésében, egyes szereplők működésében. És én akkor azt kérdezném először a beszélgető társaktól, hogy hogy látják, tehát ez az átalakulás, az automatizáció, a robotok, a mesterséges intelligencia magával hoz bizonyos folyamatokat. Itt voltak már példák arra, hogy ez környezeti szempontból egyes iparágokban hogyan hat, egy autóiparban vagy a ruházati iparban, de mik azok a más gazdasági ágazatok, akár az energiában, akár más alapszükségletek megtermelésében, amik növelhetik a anyag- és energiafogyasztást, és mik azok, amik csökkenthetik, illetve mik a feltételei annak, hogy egy ilyen folyamatban kevesebb anyag és kevesebb energia fogyjon, és kevesebb területet használjunk a Földből. Például a hulladék csökkentésében lehet-e szerepe ezeknek a folyamatoknak. És tulajdonképpen az első kérdésem, hogy különböző iparágak, itt az elhangzott példákon túl, hogy egyes iparágakban milyen folyamatok várhatók szerintetek. És akkor menjünk is sorba szerintem. Igen. Ez működik? Jó, hát én azt gondolom, hogy én egyébként ugye azért választottam ezt a két iparágat, mert reméltem azt, hogy ugye mint az ipari forradalomnak egy jó reprezentánsai valamilyen szinten általánosíthatók. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ez a negyedik ipari forradalom azért ez technológia, ami azt jelenti, hogy eszköz. Tehát igazából, hogy mihez vezet, az attól függ, hogy milyen célok érdekében próbálják ugye működtetni. Tehát azt gondolom, hogy a negyedik ipari forradalomban, a robotizációban nagyon erősen benne van az, hogy ugye egy még magasabb fokra emeli a termelékenységet, mint eddig, és azt kombinálja azzal, hogy tehát nem egyszerűen csak termelékenyebbé teszi az embert, hanem tulajdonképpen ugye képes az emberi munkaerő teljes kiváltására, ezzel olyan társadalmi problémákat idézve elő, amire még nem biztos, hogy föl vagyunk készülve. Tehát azt gondolom, hogy általánosan a többi iparágban is azzal nézhetünk majd szembe, hogy sokkal, sokkal több terméket tudunk előállítani, sokkal kevesebb emberével, vagy éppenséggel emberi munkaerő nélkül, és igazából ki kellene találnunk azt, hogy ezt az energiát, ezt a lehetőséget, ezt hogyan tudnánk úgy formálni, olyan célok szolgáltába állítani, ami hát továbbra is az embereket tudná szolgálni. Tehát azt gondolom, hogy itt óriási szerepe van szabályozásnak, tehát ezt nem lehet csak úgy szabadjára engedni. Tehát itt nagyon kreatívnak kell lenni, tehát azt gondolom, hogy itt a robotadótól kezdve minden szóba jöhet. Nem tudom, akik tavaly itt voltak ugyanezen a rendezvényen, azok még emlékeznek arra, hogy annak az volt a fő témája, hogy mihez kezdenek azok az emberek, akik ugye emiatt elvesztik a munkájukat, de nem csak a munkájukat, hanem önbecsülésüket is, tehát abszolút feleslegessé válnak, és azért ez egy elég komoly társadalmi probléma, mit azért lehetnek ezzel kapcsolatban feszültségek. Hogy egy ágazatot én is kiválasszak a mezőgazdaságban, azt gondolom, hogy mivel élő rendszerekről van szó, és hát ezeknek a belső törvényszerűségeit azért nem nagyon lehet automatizálni, vagy ha igen, akkor az előbb-utóbb elég komoly problémákhoz vezet. Én azt gondolom, hogy ott azért más, egész más törvényszerűségek fognak érvényesülni.
Aztán kíváncsi lennék, hogy a hallgatóság mit szól ehhez. I'd also like to hear what everyone else has to think about this. My starting point would be not to say what can we do to make automation sustainable, but whether automation is anything but the current dominant economists, financiers' way of continuing to centralize, globalize, urbanize our economy. I don't see from the example presented by Migros, that if you increase the number of miles vehicles travel, okay, you reduce drastically the number of cars. Overall, that's not creating the step change needed to deal with climate change. A little bit more, a little bit less here. I think automation and centralization of our economy is likely to focus on that increasing productivity, which is what the economists want to do. So at the end of the slave era, rather than just exploiting people, we started exploiting resources and energy in a massive way. When you build robots, you spend energy up front, just like when you build a car. The economists produced a report 1 month ago that said their plan to deal with climate change is to spend $90 trillion, $90 billion on new infrastructure by 2030, which is more than the infrastructure that exists in the whole world today. That's what they want to do. They want us to believe that there's a skills gap, that there's an infrastructure gap, that somehow we need to bridge that gap. But don't worry, it's all okay. We can solve climate change at the same time. I don't accept that. I think the kind of choices we need to make to address climate change are very, very different. We've got two different futures we can head towards. One where we accept automation is going to happen and try to deal with a little bit around the edges, accept that it's going to increase inequality and trash the planet and hope we will make it through. Or we say we're actually going to deal with a far bigger problem. And maybe that means that automation won't happen. And certainly if it does happen, it won't happen in the way that the power in the world thinks it should happen now. Igen, ez történik, ez az átalakulás. És akkor az a kérdés, hogy ez csak ilyen negatív módon tud-e végbe menni. Ugye erre vannak tulajdonképpen jelek, hogy ez a fajta automatizáció és elterjedése, ez a nagy globális vállalatoknak a terepe, hiszen nekik van megfelelő nagyságú tőkéjük ahhoz, hogy ezt végbe vigyék, és ahhoz, hogy még az ilyen kisebb megoldások is, amik esetleg használhatók lennének az emberek számára, a 3D-s nyomtatás hasonlók, ahhoz az kellene, hogy az egyes embereknek, vagy az egyes kisebb közösségeknek lehetősége legyen ezeket az eszközöket használni. Tehát van esély arra, hogy ez a fajta automatizáció és robotizáció kisméretekben is létezni fog, tehát, vagy hogy nem az, hogy van esély erre, hanem mi kellene ahhoz, milyen szabályozás akár, vagy milyen keretek, hogy ez növelje az emberek és közösségeknek a önrendelkezését, a hatalmát tulajdonképpen a saját szükséglet kielégítésük fölött, és ne az legyen, ami itt ugye a különböző előrejelzésekben van, hogy a globális vállalatoknak még nagyobb hatalma lesz az emberek fölött azzal, hogy most már munkásokat se kell foglalkoztatniuk, hanem csak megtermelik azt, amire az embernek szüksége van, és tulajdonképpen tőlük függünk minden tekintetben. Tehát lehet-e kisebb léptékben végrehajtani, vagy lehet-e valamiféle versenyt támasztani a méretben ebben a folyamatban? Again. I would just start by saying, you know, automate what? A robot or the whole system within which robots and automation is the normal? I think we've got a system where global capital is out of control. It's not constrained by the social and environmental values we need if we're going to have a safe and sustainable world rather than climate breakdown. Fundamentally, if we want to stop using fossil fuels, we have to stop digging them out of the ground. If we've got a problem,
that involves digging. The first thing we might want to do is stop digging. If you've got a problem where we need to make our impact smaller, then by continuing to make everything bigger, I'm not sure is the best way to solve it. You know, if you produce something and you want to do it as close to zero as possible, then continuing to always make more and more of that stuff, whether it's, and you make that process easier through automation, and through automation you invest in capital in fixed locations, you're less adaptable to climate change, then you're going to continue to have large amounts of finance also invested in transport. Oh, you will automate that too. Well, are we heading towards, I think, Stephen Hawking's book this week, where we have a superhuman race of small number with an automated world, and the rest of us effectively become disposable? Saskia Sassen is an American geographer, anti-globalization geographer. She talks about an economy of expulsions, where we expel people and the planet from being a necessary part of our economy. I think we need to seriously question whether we accept this as our starting point, or whether we take a bigger look at what needs to be challenged. Ugye, most már második körben lebeg így a fölöttünk, hogy a szabályozás, hát akkor én megtörtem, kész, bevallom, mindent bevallom, én jogász vagyok. A helyzet az, hogy nem látom, hogy a ilyen Deus ex machina, hogy így hirtelen jön egy jó jogszabály, és majd valahogy megoldja ezeket a problémákat a jog mögött, értékek, érdekek, demokrácia, társadalmi koherencia, összetartás, bizalom, társadalmi tőke. Ha ezeket az árucikkeket ma már mind a multik birtokolják, úgyhogy nem látom, hogy a milyen Münchhausen báróként mi ki tudnánk húzni jogi szabályokkal saját magunkat, meg a lovunkat a mocsárból. Tehát azt gondolom, hogy nem bíznék mondjuk progresszív jogszabályokba. Még talán nemzetközi jogban van egy-két kivétel, ugye Párizs, az nem annyira, de mondjuk az SDG-k az egy szép mozzanat volt. Tehát én azt gondolom, hogy tehát a lokalizáció, hogy helyi gazdaságban nyilván van lehetőség az automatizáció után is, tehát ahogy mondtad, ez a 3D nyomtatás például, tehát ez a lehetőséget nyújt, ugye alacsonyabb darabszám termelésére, meg hát ugye már korábban volt egy ilyen híres könyv, ez a long tail, hogy ezt magyarázta, hogy hát ugye itt mindenkinek jut hely igazából, legkisebb vállalkozásoknak is. Hát ugye itt ezt nagyon nehéz szerintem eldönteni, hogy valójában ez valóban működik, vagy illúzió. Tehát ugye internetes vállalkozás is ugye olyannak tűnik, hogy hát itt aztán bárki beléphet, elkezdheti, megcsinálja a honlapját, ugye, de mondjuk, tehát egyébként nem lenne egy nagy dolog csinálni egy újabb Facebookot, tehát maga a szoftver nem egy nagy dolog, de hát az látszik, hogy ugye semmi sem sikeresebb, mint a siker, tehát ha mondjuk például pont a digitális piacokat nézzük, hogyha itt valami bejön valakinek, akkor azt utána már nagyon nehéz megszorítani, és nagyon komoly monopóliumok jönnek létre. Persze, hát lehetnek olyan iparágak, meg lesznek is, ahol ezek a monopóliumok nem fognak létrejönni, vagy nem tudnak, nem olyan típusú piac, nem olyan a technológia, de hát én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges irány, egy lehetőség, hogy ezeket a szorító problémákat valamilyen irányba próbáljuk legalább először gondolatilag kezelni, vagy a megoldást találni, de hát én biztos vagyok abban, hogy vannak olyan iparágak, meg olyan piacok, ahol ez nem működik, és valami más kell kitalálni, mint a lokalizációt, vagy a lokális gazdaságot. Igen, nyilvánvaló, hogy vannak azok a termelőiparágak, ahol lehetséges helyi gazdaságot kiépíteni, és vannak azok főleg szolgáltató, vagy más globalizált iparágak, ahol pedig ennek kevésbé van tere. Én mégis az elsőre szeretnék továbbra is fókuszálni, tehát
Van az elképzelés, hogy az alapvető szükségleteket kellene leginkább helyben kielégíteni. Tehát az egész, itt is többször volt arról szó, hogy akkor tudjuk fenntarthatóan kezelni a Földet, a saját erőforrásainkat, hogyha minél kisebb, szűkebb környezetünkből állítjuk őket elő. Tehát élelmiszer, a ruházkodás, az energia, építőanyagok, tehát hogy ezeknek a körében hogyan néz ki a fenntartható gazdaság, illetve a fenntartható munkahelyek, ugye erről volt szó itt az első előadásban, és tulajdonképpen mit kell tenni, hogy milyen konkurenciát támasztanak ezek globális versenytársaknak, és hogyan lehet, milyen jó példákat tudtok esetleg arra, hogy ezek életképesek, akár Magyarországon, akár a világban, Európában. És közben a közönségnek is mondom, hogyha kérdések fogalmazódnak be bennük, akkor nagyon szívesen vesszük, csak jelentkezni kell. Köszönöm, és akkor továbbadnám a... Akkor ezt a kérdést még megvárjuk, és utána... Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen mutatószámaink vannak arra, hogy hol is tartunk most ebben a folyamatban. Ezeket egyáltalán Magyarországon mérik-e? És mondjuk a eddig használt mutatószámok egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy leírják azokat a folyamatokat, amiket mi elvárunk a negyedik ipari forradalomtól? Köszönöm, én hiszem, hogy én elmondtam, amit erről tudok. Nyilván, hogy addig, amíg a GDP-ben mérjük egy ország sikerességét, egy kormány sikerességét, addig olyan jelentős változásokra nem lehet számítani, tehát nyilván alternatív indikátorokra lenne szükség. A te kérdésedre pedig azt gondolom, hogy az egy nekem egy nagyon érdekes tapasztalat volt, amikor az Ombudsman irodában dolgoztam 2008 és 2012 között. Az egyik ilyen vezető program az alternatív helyközösségek volt, és egyszer egy óriási nagy színháztermet Óbudán, egy 400 fős termet kibéreltünk, és összehívtuk ezeket a helyi alternatív közösségeket, akik így próbálnak máshogy élni, máshogy termelnek, máshogy fogyasztanak, máshogy viszonyulnak a saját kis lokalitásukhoz, és egyszerűen egy gombostűt nem lehetett a terembe leejteni. Pedig minden közösség csak egy vagy maximum két embert küldött, de egész megdöbbentő, hogy ennek valószínűleg így a sajtóban meg más, hogy a nyilvánossághoz nincs útja, de hát egy nagyon nagy tömeg, akik Magyarországon azzal próbálkoznak, és hát nyilván nem csak Magyarországon, hogy máshogy éljenek, és máshogy készüljenek föl arra, ami egy-két évtizeden belül bekövetkezik, máshogy készítsék föl a gyerekeiket. Indicators. That suggests to me you need to look to see whether decisions which are being made are the right decisions, and indicators to see whether the progress is in the direction you want it to go. So I would come back and say, what about those decisions? And GDP is good as an indicator for the overall economy. But quite often these decisions that I was talking about in the first presentation, where whether you choose to invest in a wind turbine or a road or an electric bus or whatever, the indicator quite often is called a return on investment or a cost benefit analysis. And it's done by an economist. And just like GDP, a lot of the key indicators, if you like, are left out of the decision. Air pollution isn't included, equality isn't included, climate change isn't included. So I think we need to get those things in the decision. And I think politically the best way of getting that into a decision is not allow decisions to be made by an economist and then given to a politician to rubber stamp. But politics should be a process that increases the participation
in a decision so that you don't just get the overall direction, you get everyone's involvement, and hopefully you then get a better decision. And I think to get a better decision, it's not just about indicators. Maybe it's also about the story we tell and the sorts of words we put in the story. So things I've heard talked about, when we start talking about the current way of thinking and we try and go up against it, we use the stories of the current way of thinking. We talk about robotization, scale, automation, 3D printing, businesses, sectors, technologies. What if we talked about upskilling? What if we talked about people-centered, about sharing, about the ways of organizing rather than the technology choices we make? I think we need to tell a different story, and I hope that maybe there's an indication there, not just in sort of the economic decision at a point, but we can monitor how well we are at telling the story, such that our story becomes the new story. Igazából nem tudok mit hozzátenni mindenhez, tehát egyetértek az előttem szólókkal. Jó, hát a mutató számokról szerintem annyit lehet tudni, hogy a GDP-nek az alternatíváit elég régen keresik, születtek különböző mutatószámok. 90-es években volt egyfajta ilyen felbuzdulás, hogy majd az ENSZ keretében is csinálnak új mutatókat, és kiszámolják és helyettesítik a GDP-t, de ugye ez már 20 éve ennek, és nem változott semmi. Tehát kidolgoztak olyan mutatókat, olyat is kidolgoztak, ami egybe számolta, a pénzre átváltotta mondjuk a környezeti és társadalmi károkat, hasznokat, és azt hozzáadták a GDP-hez. Olyan mutató rendszerek is születtek, ahol nem adták össze őket, hanem csak ilyen naturális mutató csoportokat dolgoztak ki, mondván, hogy jobb döntést lehet úgy hozni, hogyha tudom, hogy ez mondjuk üzletileg megéri, a erdőknek rossz, a társadalmi kohéziót rontja, stb. Stb. De az látszik, hogy ezek nem nyertek teret. Legalábbis nem nagyon látjuk, hogy a döntéshozásba ezek beépültek volna. Továbbra is a pénzügyi mutatók és a gazdasági mutatók uralkodnak. Tehát, hogy valamilyen más módon kell a döntéshozásba bevinni a környezeti vagy társadalmi szempontokat, mint hogy a GDP-t vagy a más mutatókat próbáljuk átalakítani. Nekem ez a meglátásom. Amivel viszont folytatnám, hogy az, hogy a negyedik ipari forradalomban munkahelyek vesznek el, ugye ez kérdés, illetve nyilván elvesznek munkahelyek, vannak, akik azt mondják, hogy egy csomó keletkezik is, de hogy ennek kapcsán volt szó korábban arról, hogy egyfajta robotadót kellene bevezetni, ami jövedelmet jelentene az államnak, és ezt szétoszthatná a munkájukat elvesztők között, meg eleve is, hogyha egyszer kevesebb ember kell a termelésbe, akkor az ő szükségleteiket valamiféle elosztással kellene kielégíteni, hiszen hogyha tulajdonképpen egy rendszer megtermeli a szükségleteket, akkor már nem a munka alapján vagy a munkaértéke alapján lehetséges az elosztás. Mit gondoltok, hogy ez lehet-e, kell-e, és mekkora legyen? Kezdem én. Tehát igen, tehát én tényleg azt gondolom, hogy minden szóba jöhet, amikor ilyen problémával találkozunk, vagy találkozik az emberiség, ami még nem volt. Hát ez robotadó, ez elég fantasztikusnak ugye tűnik. Vannak tekintélyes támogatója ennek ellenére. Ugye valóban nehéz igazából ezzel mit kezdeni most a jellegi tudásunkkal, szokásainkkal. Tehát nem tudjuk elképzelni is, hogy igazából mi lenne velünk ugye bérmunka nélkül, pedig hát könnyen lehet, hogy nagyon jól meglennénk, csak teljesen át kell alakítani a mindent magunk körül, meg azt is át kell alakítanunk, amit eddig gondoltunk magunkról, meg a világról.
A robotodót illetően pedig, úgyhogy ha marad ez a fajta gazdasági társadalmi rendszer, ami most van a világban, akkor ugye az elég nagy problémát jelent, ugye, hogy bevezetünk egy robotadót, mondjuk egy olyan világban, ahogy a tőke szabadon jön-megy. Tehát ha az Egyesült Államok bevezető robotadót, akkor ugye nagyon fogunk mondjuk örülni, de nem tudom, hogy például mondjuk Haiti bevezetheti a robotadót mondjuk az ottani ruhagyáraira. Tehát, hogy egy nagyon, tehát ez egy nehéz dolog. Tehát ugye az alapprobléma az, hogy a tőke nagyon mozgékony, ezért aki egy picit is kételkedik egy ilyen progresszív dologban, mert egyébként általánosan nyilván, hogy ez egy technikája lehet annak a problémának, hogy a robotok valóban ugye kiváltják az emberi munkaerőt, valamit tenni kell, de ugyanakkor, ami ugye versengő nemzetállamok vannak, és mozgékony tőke van, addig a nem neoliberális, hanem csak aggódó ember is ugye azért fölveti azt, hogy de hát akkor mégis erre hogyan fognak reagálni a vállalatok, hogyan reagál a tőke. Ezt egy darab nemzetállam, aki mondjuk egy közepes gazdasági fejlettségű, hát ezt nehezen tudja talán megtenni. Tehát ha mondjuk az Európai Unióról beszélünk, hogy itt kell-e robotadó és mikor, akkor ez egy nehéz kérdés szerintem. Nyilván az EU sem merné meglépni, ugye más területen a környezeti felelősség irányelv végrehajtásában folyamatosan azt halljuk, hogyha bármit szigorítunk a környezeti felelősségen, akkor az Unió amúgy is rossz versenyképessége Kínával és az Egyesült Államokkal és más feltörekvő gazdaságokkal szemben még rosszabb lesz, tehát abszolút reménytelen a dolog. De ugye ez a divatos francia közgazdász, ugye a Piketty forintra fillére kidolgozta, hogy egy kisebb és talán könnyebben megfogható iparágban, ugye a repülésben egy viszonylag elviselhető és jól teríthető adónemmel az egészen merész becsléseket a klíma védelem költségeire is fedezni lehetne. Nem tudom, erről mi a véleményetek. Én elolvastam, nem vagyok közgazdász, érdekesnek találtam. Különösen azt, hogy ezt ő konkrétan, mert meg a csoportja konkrétan kiszámolták, hogy végül is egy bírható, kicsit többe kerülnének a repülőjegyek, de ott van egy hatalmas nagy summa, amit a globális. Nyilván ezt csak... Mivel a környezeti problémák globálisak, nyilván, hogy a globális jogi és intézmény rendszer kiépítésével lehet csak megválaszolni, hát ez egy it's a must, ahogy az angol mondja. Thank you. I found that I've got my own microphone now. Robot tax. I think that's an interesting idea, but I think it would be a lot easier if we just taxed carbon emissions. So the biggest problem with robots are not the robots that exist already, but the robots that haven't yet been built. And I think the best way to stop them being built would be to look at the energy and the resources that are needed to make them. And also look at the energy and resources and all the things we've made already that we can keep going for longer. So think about how much carbon is embodied in a computer, but yet every 1 or 3 years we want to throw a computer away or an iPad and get a new brand because the iPhone 17 has just been introduced or whatever. You know, I think that if we valued the number of man years that went into making these products, or person years, need to be gender correct, person years that went into making a product, and then we looked at the carbon that went into making a product, what if we valued the people more than we didn't value the environment? What if we turned it around the other way? And I think if we stopped subsidizing fossil fuels and started taxing them instead, because there is still a net subsidy on fossil fuels, then that might be a step in the right direction. And I was thinking, well, what is a robot tax? What would it look like? Well, at the moment, I think the EU has a robot subsidy. For example, we're building a trans-European transport networks. These are the ideal big highways that would make automated freight transport, you know, totally easier to introduce across Europe.
So we put lots of money into these big long distance transport networks that encourage us to drive farther and take goods further, whereas we should be investing in pedestrianisation systems, local cycle schemes. We should be investing in co-placing where we are together. And then finally I'd say, well, if you did have a robot tax, what sort of robot tax would you have? One of the best tax ideas I've heard recently is a tax to try and combat aviation. So rather than building a third runway in London, which is being proposed, someone I know who's been a campaigner against airport expansion, he came up with an idea called a frequent flyer tax. So you get taxed once for the first flight, you get taxed twice for the second flight, four times for the third flight, eight times for the fourth flight. You can see that you have to be incredibly rich to take more than one or two flights. But what it would do is hit the frequent flyers, hit the very rich people that have a disproportionate impact on our resources. That would affect in terms of consumption, in terms of the impact someone has in terms of taking the resources in consuming and flying. But if you applied the same concept to a robot tax, if a robot caused carbon emissions, if automation causes carbon emissions, it locks in behaviours which we can't sustain into the future, if it eliminates jobs, if it increases inequality, we should tax those robots based on the amount of products they bring into circulation which cause damage. So in the same way as you're prepared to tax maybe a person to not take lots of flights, the average income for someone flying 10 years ago in London was £50,000. That used to be a lot of euros, but now it's about 50,000 euros. These are high salaries. So I think, if we're going to have taxes, don't let it be a flat tax on resources. Because what we need to do is to not tax resources such that poor people, poorer people, have a right to a livelihood. But what we need to do is to tax the excessive consumption that is not just most damaging, but also is highlighted up there as, David Beckham flies around the world, you can fly around the world too. We need to change the story of what we're selling as a message of what's acceptable. So tax, I'm not sure about a robot tax, but I think I think robots should be taxed. Köszönöm. Most az előző válaszokból az derült ki, hogy nem csak a robotadó vagy más adófajtáknál, de a környezeti szabályozásban is, a fenntarthatóság biztosításában is óriási gát az, hogy a nemzetközi tőkeáramlás nincs, rosszul van szabályozva, tehát a szabad tőkeáramlás tulajdonképpen nagyon sok területen akadályozza azt, hogy akár regionális csoportok, akár egyes országok intézkedéseket tegyenek. Hogy látjátok, van esélye annak, hogy a nemzetközi pénzügyi világban, illetve a globális gazdaságban a tőke szabályozása olyan irányt vesz, hogy a nemzetközi szabad tőkeáramlást korlátozzák, vagy valamiféleképpen kordába szorítsák, kezdve akár a adóparadicsomoktól, de lehet folytatni a sort akár olyan EU-s országokkal is, mint Luxemburg, vagy Hollandia, vagy Magyarország. Tehát, hogy a közös adópolitika és a közös tőke kezelés az olyan utakat találjon, amikben ezek már nem jelentenek akkora akadályt. És ezt összekötném azzal is, hogy ugye a jelenlegi nemzetközi rendszer megy egy elfele távolodik a multilaterális világtól, versengő régiók, versengő országok vannak, tehát úgy tűnik, mintha mindenki a saját hasznát keresné csak, és nem törődik a többiekkel, hanem próbál a fogyatkozó erőforrásokból magának egy kicsivel többet kihasítani, hát ha egy pár évvel tovább túlél, mint a szomszédja vagy a másik régió. És hogy ebben a fajta versengésben a szabad tőkeáramlásnak milyen jövője van. Most egy kicsit nehéz ugrás lehetett, de majd akkor beszéljünk róla. You've heard too much from me.
I wonder, rather than hearing three more things from here, whether it's worth maybe having three views or more or questions from the audience before we're allowed to speak again. A közönségből, hogyha van kérdés, nagyon szívesen vesszük, vagy akár kommentár. Röviden erre reagálok, mert nekem egy nagy kedvencem, hogy Kantnak ugye ez a könyve, vagy hát egy ilyen kis pici írás arról, hogy majd ugye lesz világállam, vagy ez a világpolgárkitekint nézőpontban, pontos címét most nem tudom ideidézni, de hát ugye Kant azt gondolta, hogy hát ez szükségszerű, hogy ez elő fog állni, hogy az emberi nemnek ez a hivatása, hogy legyen egy olyan állam, ahol tényleg szabadok vagyunk, tehát de igazából ez nagyon nehéz, ugye, mert hogy ezt a hatalmat ezt mindig egy embernek kell ugye, gyakorolni, és ez a nagy nehézség, az ember állat, és magának is úrra van szüksége, de ezt az úrra csak az emberből tudjuk lenni. Tehát, hogy ezt tökéletesen nem is lehet ezt megvalósítani, csak megközelíteni lehet, és hogy a történelem szép lassan arra felé megy, hogy ezt a társadalmat, aminek van egy tökéletes alkotmánya, mint amit Kant elképzel, azt létrehozzuk, tehát egy harmadikus társadalmat létrehozunk. Én szerintem, tehát a történelem valószínűleg ide tart, de most éppen nem e felé megyünk, hanem éppen egy másik irányba megyünk, tehát most szerintem az látszik, hogy a válságok rakódnak egymásra, és tehát nem, van egy, ez a környezeti válság, de egyébként egy társadalmi, kulturális válságban, nem csak itt Magyarországon, hanem itt a fejlett világban van egy nagy bizalomvesztés mindenben. Tehát most éppen a másik irányba megyünk, tehát én nem gondolom, hogy pont ez a tőkeáramszabályozás ez most a napirenden lenne, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha csak el nem pusztulunk, el fogjuk érni azt, hogy globális államban tudjuk majd kezelni ezeket a globális problémákat, amit egyébként nem csak a környezetvédelmi problémák, hanem mondjuk a mesterséges intelligencia és a egyéb más rengeteg kihívás jelent. Ezek mind globális problémák. Szerintem ne várjuk meg, amíg mindenkit elvesztünk. Én esetleg behoznám még Spinozát és Heideggert, hát ha maradék. De egyébként tökéletesen egyetértek vele. Egy ember ment csak ki. Jó, tudom, de nem miattad, hanem azért, mert késő van. Bocsánat, többet nem hozom szóba Kantot. Ez kicsit távoli téma, vagy nem, igazából nagyon közeli. Az oktatással kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy nyilván ezt nem lehet így egy perc alatt megválaszolni, de hogy ki mit gondol, hogy az újfajta munkahelyekre mit kéne most azonnal elkezdeni tanítani az iskolában a gyerekeknek? Vagy hogy kéne felkészíteni igazából? Akár felnőtt oktatásban, vagy gyerekek oktatásában? Egy mondatos válaszom van filozófusok nélkül, tehát az nagyon három mondatos, de egy filozófus nem lesz benne. Tehát biztos olvastátok azt az újságírót, hogy ezek a nagy guruk a IT szektorban, hogy a gyereküket nem olyan iskolába járatják, ahol mondjuk egyáltalán lenne számítógépek, nem tanítják kódolni őket, hanem semmi másra nem tanít, tehát olyan iskolába járatják, ahol rugalmasan, kreatívan tanítják meg őket gondolkodni. Tehát végülis ennyi az egész, hogy nem kódolni kell, hanem kreatív, kritikus gondolkodás, rugalmas gondolkodás, hiszen olyan problémákat kell majd megoldniuk a gyerekeknek, amiket mi el sem tudunk képzelni, erre semmi más lehetőség nincs erre, hogy felkészüljenek, mint hogy megtanítjuk őket valóban kritikusan és kreatívan gondolkodni. I think we should teach people to be able to live. I was reminded of a story of someone came back to me from Bali in Indonesia, and they said there, everyone has to have two jobs, one job that earns the money, and then one job that contributes to community. So you have to be able to play a guitar, or to make hats, you know, or to build furniture. Maybe building furniture falls into the first category, I don't know. I'd like to think that we could make do and mend. I'd like to think that, you know, in the future, what's important will be how we can
react to climate disasters without leaving ourselves feeling insecure and in fear. So I think we need to combine climate mitigation, stopping it getting worse, with adaptation. So there was work done, and I'm not sure who it was done it, but a phrase of transformational adaptation. So, for example, rather than building a concrete dam in the river, which won't get washed away normally, but when it does, it will be a catastrophe, you build bamboo dams, which are very cheap, but you can, they can be easily replaced and you can change where they go. Or you just employ a beaver to change the river flow such that the flood doesn't occur in the first place. And the second thing I would suggest is we need to teach values, because I think it's going to be values as well as skills that are important going forward. And the biggest value I think that we need to hold hard to, for me as a word, is hope. I think we need to have hope, which is bigger than despair. We need to, and that means that if we confront the scale of the problem we have, we can't hold that on our own. That means the hope needs to be collective. It means that we need to be connected to each other. So that hope needs to be magnified by love. But that's not enough either. We need to have enough love and enough hope to face this, which is a global scale of the problem. And I'm religious, and I would say that means we need to have faith, which is unlimited. We need to believe that that hope and that love can bring us all together, because unless we have that belief that we can be enough, then I don't think we'll reduce the scale of the problem to be small enough. So I think it's about hope, faith and love, or you can call it hope, charity and trust. But I think those three need to come together in an unlimited kind of way. And I think that's a very special kind of education that's required. Erre muszáj nekem is valamit mondanom, pedig bár nagyon késő van. Én azt gondolom, az lett volna az első válaszom, hogy rendszergondolkodást, hogy ugye ne ezekben a kis silókban, meg galambdúcokban gondolkodjanak a gyerekek. De aztán rájöttem, hogy ez megvan. Egyszer egy barátom hátra csavarta a kezemet, nem tudtam nemet mondani, el kellett menjek egy másodikos osztályba fenntarthatóság órát tanítani. És mondtam, hogy jó, akkor bosszút esküdök, mert ez nekem egy elég kellemetlen kötelezettség volt. És de muszáj volt elmennem, na majd, akkor majd rendszert tanítok a gyerekeknek. És fölvettünk egy erdőt, ahol a nyuszik, a répák és a rókák, három változó, valamelyik elindult az egyik irányba, és akkor a rendszer többi eleme meg ahhoz képest változott. A gyerekek nagyon hamar unni kezdték, bevezettek még öt változót, tehát betettek középre egy folyót, hogy a rókák ne tudjanak átmenni, viszont a sólymok azok át tudtak menni, még három-négy fajta növényt, amik egymással is kapcsolatban voltak, és diktálták a változásokat. Tehát elmozdítottak egy változót, én megírtam az eredményeket, már rég nem tudtam őket követni, de láttam, hogy az egész osztály tudja pontosan, hogy merre megy a rendszer. Csak én nem tudtam, de az én kezemben volt a kréta, ami súlyosan igazságtalan volt. Tehát igazából nem is az lenne a kérdés, hogy mit kéne megtanítani, mit nem kéne elrontani. Hát ugye a régi példa, hogy gyönyörűen rajzolnak, amíg iskolában nem mennek, stb. Stb. Köszönöm szépen. És azt gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a kerekasztal beszélgetést, ha nincsen másik újabb kérdés itt a közönség sorában. Én még a negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódóan én is idéznék valakit. Ernst F. Schumacher mondta ugye azt, hogy egy kis vállalkozó vagy egy mesterember mindig meg tudja ítélni, hogy mi az, ami gép, és mi az, ami eszköz, szerszám, mert a szerszámokat és az eszközöket jól tudja használni a saját tevékenységének kiteljesítésére, de a gép az, ami meg elveszi tőle a munkát, és igazából tétlenségre ítéli, és azt gondolom, hogy ezt a pragmatikus hozzáállást is lehet majd követni ezekben az időkben. Köszönöm szépen a beszélgetőtársaknak, és köszönöm szépen az Akopolis Alapítványnak, hogy ezt megszervezte, és a Green European Foundationnek.